Sértett közmunkások jelezték az önkormányzat felé, hogy a Jobbik helyi szervezete rendszeresen megjelenő Darutol című kiadványának utóbbi számában olyan kritikával illette munkájukat, amely nem csak valótlan, de bántó és sértő is egyben. Újabb hónap kipipálva címmel az említett kiadványba író magát meg nem nevező személy azt állítja, a mezőgazdasági és betonelemgyártó munkaprogramban dolgozók valójában nemigen dolgoznak, hiszen idézve léptennyomon ülő, álló, beszélgető csoportokkal találjuk szembe magunkat, nincs feladat, immel ámmal való az ellenőrzés. Eddig az idézet, de nézzük valójában mi is történik az érintett dolgozók és a munkát irányítók szerint a Szántóföldön és a közkévtelep helyen. Én minden alkalommal, amikor kijövök ide, én minden ember dolgozni látok, nem tapasztaltam eddig olyat, hogy ne lett volna valakinek munkája. Az önkormányzat részéről heti szinten ki van adva a munka, amit az adott héten el kell végezniük, és azért vannak itt a brigádvezetők, munkafelügyelők, irányítók, hogy ezeket a munkákat betartassák. Jelenleg akik dolgoznak, ők mind szívvel, lélekkel csinálják, és teljesen az alapoktól megtanulják a mezőgazdasági alapfogásokat, és így az otthonjukban is majd a későbbiekben fognak tudni zöldséget termeszteni. Babits Zsófia a mezőgazdasági részleg szakmai irányítója, s ahogy elhangzott, cáfolja a Jobbik kiadványában megfogalmazottakat, hiszen a programban résztvevők valamennyien tisztességesen dolgoznak. Az önkormányzat legutóbbi ülésén is felvetődött az írásban megfogalmazott negatív kritika. Akkor Kiss Zsigmond alpolgármester utasította vissza az állítást. Azt mondja, a mintaprojekt keretén belül értékes munka folyik a határban és a betonelemgyártó üzemben is. Felháborítónak tartom azt, ami abban megjelent az első sortól az utolsó mondatig. Én úgy gondolom, hogy itt egy Püspökladányban egy olyan mintaprojekt indult el, ami példaértékű, hiszen az egész országban csak néhány olyan önkormányzat kapott erre lehetőséget, hogy ebben el tudjon indulni. Itt közel 100 ember foglalkoztatunk, azért ez 100 családnak ad megélhetési lehetőséget, és amint látjuk, azért komoly munka folyik itt a határban. Valószínű, hogy politikai dolog húzódik meg mögötte. Azt kell mutatni az embereknek, hogy itt semmi nem történik, holott ugye elég keményen dolgozunk azért, hogy minél jobban tudjuk szolgálni annak az érdekét, hogy minél több embernek munkáját tudjunk biztosítani. A kritikával leginkább érintett dolgozókat felháborította az állítás. Azt mondják ugyanis, hogy egy műveletlen egy hektáros földterületen már koratavasszal elkezdték a fáradtságos munkát. A dughagyma és a magvak elvetése, a gyomlálás mind megerőltető munka, főként napi több órán keresztül a szabad ég alatt kitéve az időjárás viszontagságainak, de soha nem panaszkodnak, az eredményt pedig bárki megnézheti. Sokszor négy kézláb a földön végzik a munkát, de van látszata, már terem a borsó és az uborka. Ezt én megcáfolom, mert nem igaz. Nagyon sokat dolgozunk, gyomlálunk, palántolunk, locsolunk, és ez nem igaz, hogy mind külünk beszélgetünk, ezt én cáfolom az egészet. Nehéz fizikai munka amúgy. Hát a rossz időben nem, hogy mondjam, ha feljön az eset, utána beszoktunk menni oda, folytassuk a munkát, ide ki 8 órószát vagyunk a melegségbe, kánikulába. Hát aki leírta, az jöjjön ki ide egész nap, azt üljön ide, azt nézzen minket, hogy mit szoktunk csinálni napról napra, szerintem. Mert mi dolgozunk, ebédidő van, meg reggeli idő, akkor ülünk. Különben, ha munka van, akkor dolgozunk. Itt nincs megállás, meg ülés, meg fekszünk, hát a napon itt dolgozni kell. Nekem megvan a véleményem. Mink minden nap kijövünk, csak abban az esetben vagyunk bent, hogyha esik az eső, vagy ha nem tudunk kijönni. Máskülönben tegnap is, hogy esett az eső, gumicsizmányba, mellénybe felvettük, és jöttünk ide kifele dolgozni. Egész nap itten gyomláltunk, meg dolgoztunk. Az újságot olvastam, és a véleményem az, hogy nem fedi a valóságot, mert a munkaprogram során elő van írva a cigarettaszünetek időpontja, a pihenők időpontja, és ennek megfelelően a brigádvezetők is ügyelnek rá, hogy be legyen tartva minden. És bármelyik képviselő, akár jobbikos, vagy fideszes, vagy bármilyen pártállású, akár ha még kincses úr is ide jönne, szétnézni megláthatná, hogy végül is itt az embereknek a tevékenysége nyomán nézi ki ilyen szépen minden. Úgyhogy ezt tudom mondani.
A szóban forgó Jobbik kiadvány nem csak a munkaerő hozzáállását kritizálja, azt is írja, a szerszámok minősége lehetne jobb is, s hogy a locsolás nincs megoldva a szántóföldön. Vannak olyan szerszámok, amiknek volt valamilyen gyári hibája, de ezeket kiküszöböltük, illetve garanciális volt, tehát ki is cseréltük. A locsolás is megoldott, tehát amikor éppen olyan az időjárás, hogy már nem volt csapadék jó ideje, akkor, illetve indokolt az öntözés, akkor ezt el tudjuk végezni. Hát már reggel már locsoltunk, mivel hogy az este nem volt eső, most meg elkezdtük a hagymának a gyomlálását. Nehéz, de ki lehet bírni. Én kibírom, akkor kibírja a többi is. Majd lesz megoldás, majd valamit csinálnak, valami bódét vagy botokát, ahol ebédidőben majd be tudunk menni. Nézze oda, mennyi termés van, mennyi mindent csináltunk tavasz óta. Nagyon is van eredménye. Már nem sokára megjelen minden, meg van jelen. Az egész palánta, mindenki jött már, nem, egy hét múlva lehet születelni az uborkát. Zöldel az egy hektár, a mintaprogram minden kritika ellenére úgy tűnik eredményes, éppen ezért a városvezetők igazságtalannak tartják a véleményük szerint lejárató írást. Azért meg kell nézni, ezek az emberek, ezek a nők milyen munkákat végeznek itt nap, mint nap, kemény fizikai munkáról van szó, kim vannak a tűző napon, ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, hogy hirtelen feljön az idő, ami mostanában eléggé gyakori, akkor ugye azonnal attól kell tartani, hogy megfáznak, ugye megáznak, megfáznak. Most dolgozunk azon, hogy legyen nekik egy olyan pihenőhely, ahol az ilyen esetekben meg tudjanak húzódni. Mindenképpen folytatni fogjuk ezt a tevékenységet, sőt bővíteni is akarjuk. Jelenleg egy hektár területen folyik itt a konyhakerti növényeknek a termesztése. Én bízok benne, hogy a jövőben ezt akár megduplázhatjuk, vagy meg háromszorozhatjuk ezt a területet. Duró Ferenc a Jobbik képviselője azt mondja, ami megjelent a kiadványukban, az a május 15-i labzárta előtti helyzetet írta le, s azóta nem vitatják, hogy sok változás történt, de úgy véli, hogy mindez cikkük hatására. Én a cikk megírását, hogyha az egészet leközlik, a Darutól 8. számának a legutolsó oldalán nem nagy cikkről van szó, akkor mindenki megérti, de 3500 háztartásba eljutott, sajnos csak ennyire tudjuk még egyelőre, a lapszámot bővíteni fogjuk, és akkor mindenki megtapasztalja, hogy mégis miről akartunk írni ebben a cikkben. Nagyon szép a borsó itt van előttem, igen. Igen, meg már azt hiszem, hogy lassan be is takarít. Egy-két növény a hagymát, azt hiszem, hogyha jól hallottam. Az öntözés úgy látszik, hogy a cikk hatására meg lesz oldva. Kizsigmond alpolgármester valószínűleg cikk hatására már bejelentette, hogy az átereszek 52 kapubejáróba el lesznek helyezve, ennek is nagyon örülünk. Van értelme a cikkünknek. Nem csak a mezőgazdasági programot, a betonelemgyártó tevékenységet is kritika érte, hiszen azt írja a kiadvány, a betonosok termelik az áteres csöveket és járdalapokat, hogy minek és hova, azt a fene se tudja, szól a szó szerinti idézet. Kizsigmond alpolgármester viszont tudja. Úgy véli, a Jobbik kiadványa szándékosan félretájékoztatja az olvasókat, a ladányi embereket, hiszen több alkalommal elmondta már a városvezetés, hogy az itt kiöntött átereszeket azokban az utcákban rakják le, ahol probléma van a belvíz elvezetéssel. Eddig 180 áteresz készült el, és 500 darab járdalap. Ezek a jövő héten lesznek lehelyezve. Én azt tudom mondani erre a megjegyzésre, hogy rendben van, hogy valaki egy cikket ír egy újságba, de először akkor kérdezzé meg a tényadatokat, hogy mit, miért és hogyan csinálunk, hiszen egy olyan programban veszünk itt részt, amit nem a semmiért, hanem valamiért csinálunk. Egy nagyon lényeges dolog, hogy a víz valahol elfolyjon, és főleg ne a lakásokban álljon meg. Mindenki emlékszik rá, hogy az elmúlt évben milyen időszakot éltünk át, milyen nagy mennyiségű csapadék hullott le rövid idő alatt Püspökladány városára. Ennek a megakadályozására, vagy legalábbis a víz lefolyásának a segítését fogjuk most elkezdeni a héten. 53 darab olyan átereszünk van, amelyet rendbe kell raknunk. Ezeket az átereszeknek a szükséglete közel 400 darab, ami az 53 kapubejárónak szükséges. Ennek ugye a legyártása folyamatosan történik, és valószínű, hogy a héten nagyobb tételekben már ezek kiszállításra kerülnek a megfelelő helyre, és utána pedig elkezdődik az effektív munka. A járdalapoknak a felhasználása pedig az is egy előre tervezett dolog, tehát a Bodó utca kivezető szakaszában bizonyára emlékszik rá mindenki, hogy ott a kis patkóban a Sáritnél micsora víz állt az elmúlt időszakban, és ennek a kivezetéséhez fogjuk nagy részét felhasználni.
Kizsigmond alpolgármester azt mondja, több millió forint értéket képvisel a betonelemgyártó munkások által elkészített termék, a zöldségtermelő részleg munkájáról nem is szólva. Ám a forintosított eredményeknél talán még fontosabb, hogy olyan készségeket sajátítanak el a programban résztvevő dolgozók, amit később otthon is hasznosítani tudnak majd. Az önkormányzat tehát egyértelműen visszautasítja a Jobbik állítását, mely szerint a Start munkaprogram nem arról szól, amiért létrehozták.